Micsoda este, a hashtag bocskorra, jó estét mindenkinek, köszöntöm a vendégeimet, Risto Baby, Sandy, Svábi Andris és Karcsika, és Csonka Bandi. Gyerek, most majd te is bejössz egy kicsit egyébként, gyerekek, nem tehetek róla. Hát ezt szeretnénk. Hajolj meg, Bondisan, hajolj meg! Hogy kell meghajolni? A karzat, a karzat. A karzat a lényeg. Jaj, de helyesek. Évi, olyan rég láttalak. Hát régen hívtatok. Na jó, de hát azért tudod. Hát meg azért szerintem én olyan vagyok, mint egy jó bor, tudod. Tehát ritkán kell hívni, és akkor jó. És igen, egyre érettebb, egyre zamatosabb. Hát igen. Az illatodat nem is ismerem. Hát van az a pénz, amilyen megismerhetnék. Megszagolsz, gyere. Barikolt vagy? Hát, aminek hívod. Na, szerintem kezdjük el. Tudjátok, hogy mindig megnézzük azt, hogy történt-e veletek valami, de most adtunk, ha lehet, egy másik formát ennek a dolognak méghozzá. Megnéztük a címeket. Ezek az úgynevezett clickbait címek, és nagyon sokszor ugye az van, hogy bulvár cikkekben a cím nem teljesen azt akarja, ami aztán a cikk tartalma, és ezért majd akit érint a dolog, azt kérem, hogy egy ideig hallgasson, és még megpróbálja kitalálni, hogy mi van a cím mögött. Oké? Na, nézzük meg, hogy itt mi történhetett Szandival, aki bement a Mokkába, nem Pachman Péterhez, hanem Istenes Lászlóhoz. Mindig Pachman eljövök, ugye? És aztán ez a műsor lement, és akkor a következő címek jelentek meg. Szandi, ne szólalj meg, és mi megpróbáljuk kitalálni, oké? Okay? Nem volt szívbajos. Istenes László nem hagyta szó nélkül, amit Szandi művelt. A Mokka műsorvezetőjének, Istenes Lászlónak megvan a véleménye Szandiról. Nem vagy normális. Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában, Istenes László élő adásban fakadt ki Szandira. Kicsúszott Istenes László száján, ezt aztán oda mondta Szandinak. Hát, hogyha nem vagy normális, azt kikérem magamnak a Szandi nevében, de mondjuk a Szandinak van egy ilyen új hobbi, ez a légtornászás. Nem is olyan új az. Nem is olyan új, de mindegy, de hát mindenképpen most megint felszínre tör, mert most lesz valami fesztivál, ahol fellépsz. Igen, meg egy klippem is lett most. És akkor lehet, hogy ezért nem vagy normális. De nem mondta szólni, hogy Szandi művelt, szerintetek? Szerintem fölmászott megint a magasba. Mit műveletett Szandi, amire Istenes László így kifakadt? Biztos, hogy ez a függönyönlógás. A függönyönlógás? Okay. Nem, igen, biztos, hogy az, mert először is az, hogy biztosító kötél nélkül egyébként tényleg függöny, csak nem az az anyaga. Nem, mert ez gurtni, amivel én... Gurtni! Nem tisú, hanem gurtni, amivel én... A bútorszállítók járkának gurtival. Azok a szirkesek. Nagyon sokáig ott az autóm csomagtartójában egy hatalmas egy gurtni, és nem tudtam, hogy de mindig azt mondtam, hogy ez egyszer jó lesz valamire ez a gurtni. És ne, két hetet tettem ki, mert két éve ott van a kocsimban a gurtni, és nem tudtam semmire se használni. Na hát akkor használd arra, amire én, megyünk fel együtt a levegőben. Ja, mert utáncolás érdekel, egyszer kipróbálnám. Ha valamit megnéznék, az a terültáncolnám. Én nem tudom, hogy az de ATV... De miért gondolja egy pénzt befizetni, de tényleg? Hát a gyerekek, erről beszéltünk. De muszáj ott ilyen félmesztelennek lenni? Nem, van is, nem. Csak ügyesen elég mozogni. Egy feszülős ruha, nem? Elég egy feszülős ruha. Nem tudom, csak hadd kérdezzek itt kifelé, hogy az ATV költségvetése hogy áll. Tehát, hogy egy krómrudat tudunk-e szerezni, ha legközelebb Andris a vendég? Fogtam. Nagyon sokáig nem fogok ráérni. De mi vonz benne? Én láttam már különben pasit rúgtáncolni. Nem ez a kérdés. De mit? Te mutatni akarsz valamit, vagy érezni valamit? Nem, ezt csak egyszer kipróbálom. Egyáltalán föl tudok-e ott egyet pörögni. Engem érdekel. De az, hogy a... Tehát, hogy a szexuális mozgásokat tudok pörögni. Tehát téged az érdekel, hogy tudsz-e szexi lenni egy krómruddal a lábad között? Én azt gondolom magamról, hogy igen, tudom.
Na, nézzük meg, ugyanis igazatok van valóban ez a... ez akrobatika. Gurtni tánc volt. Légtornán. Azt hiszem gurtni tánc. Nézzük meg, hogy Szandi mit művelt. Azt mondod, hogy higgyek a csodákban. Lehet, hogy itt a perc, a jelek összeálltak. Mióta engem ölelsz, ez a vágy, az élet. Nagyon komoly, Szandi. Le vagyok nyűgözve, ez tényleg akrobatikus. De azt azért tényleg mondjuk el, hogy ezt tehát biztosító kötél nélkül csinálja a Szandi. Tehát én beszéltem erről a témáról már, hogy ez úgy néz ki ez a függönyön, vagyis hát, hogy Gurtni lévő művészet, okay. Hogy semmi nincs Gurtni azon. Gurtni lévő művészet, ez igen. Gyönyörű. Tehát, hogy ők biztosító kötél nélkül rábízza magát a partnerre, és ott egy rossz mozdulat, hát most jó, az nem fog elszakadni. És tehát annak következménye van. És hát igen, az, amit a Szandi csinál, az egy nagyon komoly sport teljesítmény. De látjátok magad előtt, hogy otthon Csabival gyakorol? Lehetett volna Csabi is a partner ebben ez az új klipben. Simán lehetett volna a partnerem, de hát... De Csabi ott ült egyébként itt is valahol? És nem volt ideges ott az izmos fiútól? De mindig, nem az izmos fiú miatt volt ideges. Hanem, hogy nehogy leesse. Édes de megbízott az izmos fiúban, hogy úgy tart engem. De egyébként volt egy olyan cikk is, aminek az lett a címe, hogy 6 éve tart ez a veszélyes szerelem Szandi életében. És akkor ez is a légtorna. Na mindegy, szóval, hogy ez az új klip, ez nekem nagyon régi vágyam volt, hogy megvalósítsam, mert hogy 6 éve, ugye Vince Tündi, aki volt igen. Nálad interjúna, ő húz fel mindenkit a magasba ezekben a műsorokban, és én őt megismertem egy műsorban. Még téged is aki tart. Aha. Az izmos férfi. Na, hogy az gyakorolni az is, jó? Aki gyújt izmos férfi. Szabadon foglak, elviszlek gyakorolni. Itt most azt nézzük, Évi és Andris clickbait cikket nem produkált, viszont mind a ketten utaztatok. Évi, te Olaszországban dolce vitáztál marcipánnal, ugye? Miért mondtad ilyen nehezen ki? Marcipánt? Igen. Mert nem hangsúlyozni akartam, mint hogyha ilyen kiemelő tollal át... Marcipánnal. Csak szokj hozzá! És nem, csak azért, mert ugye a legtöbb erről elutazik, akkor azon gondolkozik, hogy a kutyáját hova tegyed, de te viszed magaddal, és annyira helyeset írtál ide ki hozzá, azt mondja, a gyönyörű Grádóba látogattunk el marcipánnal. 3 nap, több mint 30 kilométer séta, naplementét és a napfelkeltét tengerparton vártuk. Napközben finomabbnál finomabb olasz ételeket és helyi borokat, olasz kávékat fogyasztottam, ez már egyes szám. Azt akartam kérdezni, hogy itt is ebben napsütés, pihenés, a dolce vita életérzésnek éltünk. Tehát te is marcipán. Azt mondom, hogy jut el az ember arra az átázás, hogy dolce vitázom, ugye mert mit tudom én, tehát Marcello Mastroianneval szoktak dolce vitázni, nem marcipánnal. Tehát, hogy ez a rágom a grissinit, meg pergetem a parmezánt, és vedelem a bort naplementében. Így hallom, hogy... Mondjam még! Tehát, hogy miért kutyával ezt? Azt, amit leírtál, ez, amit a dolce vitából mindannyian szeretnénk. Mert még mielőtt összeházasodunk, nekem nagyon fontos, hogy megéljek minden olyan pillanatot, ami értékes. Értem. Velem hogy képzelnéd a dolce vitát? Hát, végülis te lennél a fotós, mert ugye itt most megállítottam egy embert. Igen. Nyilván jóval drágább helyekre mennénk, ezt is fontosnak tartom.
És nem felefelébe kéne fizetni, hanem te fizetsz. Hát igen, igen, egyértem a kutyát is te fizetted, tehát ugye annak is költsége van ilyen helyeken, csak szólok. Na jó, de még egy 30 km séta is el sem megy. Hát de a naplementét, napfelkeltét, azt Mackóval nézem együtt, nem a Gáborral. Ő ott van, fizet, leültetjük ebédelni, oda megyünk hozzá. Ő nem Mackó. Nem. Marcipán a Mackó. Igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én megígértem, hogy a kutyusom lesz, akkor én mindent vele fogok csinálni. És ez a távolság például 600 km Budapestről, és vele akarom ezt az élményt. Tudod, milyen jó egy alvó városban sétálni, amikor még nem kell föl, és a kutya miatt elindulsz. Igen, de hogyha Marcello Mastroianninál mentél volna, nem tudom ki mondani a nevét. Marcello Mastro. Mondja nyugodtan magadat, az is egyszerű. Vagy én. Tehát, hogy igen, én. Olyanokat mondja, amit ki tudsz mondani, mert fontos ez a kapcsolatokban. Az nagyon jó, ki tudod mondani. Egyes szám első személy. Nem, ugye azt mondják az emberek, hogy ugye minél több országban mész, akkor ugye világlátta ember, teljesen más kultúrákat. Igen. Tehát, hogy... Hogy megy be a kutya a templomba? Sehogy. Azt akarom kérdezni, hogy most, hogy látta Olaszországot, érződik-e a kutyán, hogy látta Olaszországot? Más ember lett-e? Marcipán. Igen. Én is sokfele jártam már karcsúval, családosan. Tágul a világképpen? Igen. És a helyi specialitásokat megkóstolták a kutyák? A kutya nem ezt érzi, hogy egy különleges helyen van. Igen, hidd el, imádja. Például a tengerben való fürdés, az neki az első, az egy élmény volt. Ő fürdött a tengerben, van róla videó is, majd az is ki fog kerülni, és ő belemegy. Most érted, elmegyek veled sétálni, nyilván meg akarnád fogni a kezem, oké. De te nem fogsz, nem, te figyelj, de te nem fogsz hanyat feküdni a homokba, és feltenni a kezedet és lábadat, és boldogan mutatni, hogy ez a tengerpart. Ugye, képzelem, hogy ezt csinálja. Hogy is? Magában ilyen figyel, tojásra tudták, hogy a homokba. De és ha tennél, mit csinálnál velem? Hát akkor legalább örülnék, hogy örülsz. És akkor lógó nyelven lihegnél. De miért te, hogy mutatod ki például? Mert ő ki tudta mutatni a boldogságát, hogy a tengerparton vagyunk, meg fürdött a tengerbe. Például te ezt hogy értékelnéd, ha mondjuk egy ilyen elvinnél? Ha te valami meghívó fél. Jó van, fizetem, nyugi. Ó, hát figyú. Figyünk egy pesgőt. Igen. Na, mondjad, hogy mutatnád ki, hogy örülsz? Na. Hát vinnék pesgőt magammal, és leitatnálak, és nyúlkálnék. Így mutatnám ki. Hát, amikor te a Schwabival találkozol, és örülsz neki, akkor nyúlkálsz neki? Mindig megfogos, igen. Andris, te is utaztál, tengerjáró hajón vagy hol voltál? De ne is úgy mondd végig, ahogy nekem. Nem. Ez érdekel, mert én sose voltam, és nem tudom elképzelni, hogy az jó, hogy egy nagy szálloda a vízen van. Nem csak egy szálloda, ez egy szálloda, egy shopping center, egy kaszinó, egy csúszdapark, egy vidámpark, és egy nem tudom, és egy színház, jégpálya, sportcsarnok, falmászó ízek, tehát hogy egy elképesztő létesítmény. És neked volt egy bakancslistás elképzelésed? Sok, hát a rúgtánc, az ukulelőzés, egy csomó mindenről volt már, szóval ebben a műsorban mindig előjönnek az a bakancslisták. Na jó, de itt a hajó... Különben korábban nem tudtam, csak itt... De itt a hajóval kapcsolatban mi volt az a bakancslistás dolog? Ez például az volt, tehát hogy egyszer fölmenni egy parancsnoki hídra, amiről azt gondolja az ember, hogy van valami feszültség a levegőben. Hát én még ilyen nyugodt helyet életemben nem láttam. De hogy engedtek oda be? Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon profán, most itt járt az agyam, hogy mit hazudjak, hogy valami nagyon profán a dolog, kifizettem ezt az utat, hogy fölmehessek a hajónak a rejtett helyére. Voltam a mosodában, voltam a nagykonyhában, voltam az engine-eknél, tehát ahol a motoroknak a kezelőhelyisége, a gépháza van. Van víz, tehát ivóvíz készítő berendezésük a tengervízben, tehát nagyon sok. Van bőr, börtön van, kórház, minden. Börtön? Persze, hát hogy nem? Hát egy ekkora... Van hullá, ezt nem mutatták meg. Mi megyünk? Hát hogy ne? Hát egy ilyen hajón, ahol ott van 6000 utas, és mit tudom, 2500, 3000 személyzet. Hát kell egy börtön, legalább egy célra kell. Hát valaki, itt tudom én, leissza magát, valakiben beleköt, az a kapitánynak ugye teljhatalma van egy ilyen hajón, és azt mondja, hogy... Hogy egy nap börtön? Nem, nem egy nap. A következő...
egy nap börtön, kész. A következő kikötőig börtön, és akkor pedig kirakják a csomagjaival együtt. Na, akkor már megvan, hogy hova mentek legközelebb Évivel. Hova megyünk? Hát egy hajóútra, együtt, ketten. Hát, hogy most már van börtön, tök jó. Na, van még egy ilyen clickbaites cikk címünk Bandival kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy... De már én is most már tényleg. Hogy mit gondoltok, hogy ez mit takar? Ugye azt tudjuk a Bandiról, hogy ugye egyszemélyes háztartásban él, és ugye a legnagyobb gondja az, hogy nem tud mit enni. Mert nem tud főzni. Mert nem tud főzni, így van. És akkor most itt van ez a cikk... Tudod? Itt van ez a cikk cím, a Stíriai netélten kívül. Van. Itt van ez a cikk, azt mondja, újra asszony főz Csonka Bandi konyhájában. Ne. Mi történhetett itt? De ez az asszony, ez az asszony kifejezés, az olyan egy ilyen asszony főz. Na, mi lehet emögött? Egy nő, vagy egy asszony. Szerintem a szomszéd. Újra átjön a szomszéd? Van egy néni, aki mindig... Ja, persze, hülye vagyok. Te, Szandi, bocs. Hát van egy néni, aki mindig megy, csak az előző nénivel nem volt megelégedve, kirúgta, jött egy új néni, és ezért újra. Gondolom én, hogy... Felszedti valakit a Buda gyöngyében? Nem, csak az ügyvédem jelenlétében nyilatkozom, hagyjatok békén. Megsajnál. Valakit megsajnált, hogy főzhessen nála? A házban valakit megsajnáltam, mert ránézett, és mondta, hogy olyan sovány. Igen. Bandi, gyerekek, te tudod, hogy miről van szó? Hát én ezt nem is olvastam egyébként, de hát nincs benne a nagy varázslat. Hát én megmutatom. És mi az, hogy bearanyozzák a napjainkat? Hát azért, mert én azt mondtam, mert van egy fantasztikus hölgy, aki nem csak nekem főz, hanem egy párunknak, és a Galambos Erzsi, Isten nyugosztja, ő ajánlotta az én figyelmembe, és akkor hétfő reggelente a férje hozza ki a kaját. Ja, majd és... ez egy ilyen közkonyhaszerűség, nem, hát van nem, egy szakács, nem, ez ő csinálja, és akkor itt egy ilyen pár embernek, aki a hírlevélre feliratkozott, nekik, de nagyon jó házi. De nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem erről van szó? Van egy TikTok videó. Ja, akkor várjál, nem tudtam, miről van szó. A cikket én nem is olvastam, már akkor félrevezettelek. Egyébként ez is igaz. Nem állítottad be a YouTube-on? Ja. Na, nekem jössz. Oda megyek, ahol én akarok, nem? Hát, igazad van. Ki a parancsol én nekem? Csőd a világon. Na, ennyi. Jaj, de szeretem. Igen, na ezt egyszerre nem. Felteszem, ha ezt csinálod. Jó, fel nem érted, mi semmit sem. Miért? Hadd tegyem már fel. Na, állandóan felrak a szíve ingyenek, és mindenki kacag rajtam. Na, hagyjál békemet, könnyei légy. Na most azért is felteszem. Mondom. Na. Jó, nem teszem fel, jó? Úgyse. Na, azért mondom neked. Na. Hát te csak azért jössz ide, mert én velem szórakozzál. Jó, mama, nem teszem fel, ezt hiszem. Azért is itt neked semmit se lehet. Jó, valaki. Nem lehet elrakni semmit. Jó, jaj, akkor inkább nem teszem fel. Na, szia, mamám. Na jó, van, megyek kürötni, azt megyek nagy rókóba. Szeretnétek ki egy ilyen nővel együtt élni, mi? Gyerekek, Bandi erről már többször beszéltünk. Kreálták ezt a címet? Igen. Hát én sem tudtam. Ami fura, én azt hittem, hogy neked ilyen sejem neglizséd van otthon is. Egy ilyen frottírtörről közösséggel. Fel nem tételeztem rólad, hogy nem sejemből van otthon a köntösöd. Ez egy baj a hölgynek. Ezeket a videókat, amikor Jorgán beszélek, akkor mi? Igen. Hát ez egy sorozat, ez amit a Bandi csinál. A zsémbes nagy sorozat. Bandi, egyébként már egyszer úgy próbáltad elmagyarázni, hogy csinálod, ugye megvan neked a hanganyag, azt tudom, hogy lelassítod. És tényleg abszolút zseni vagy ebben, ahogy ezt most tök komolyan mondom. Ezt te leírod, először a szöveget, és megtanulod kívülről? Nem, először is fölveszem a telefonomról az iPad-emre. Mert az iPad-en meg tudom... ott le tudom pauzázni. Ja, akkor meghallgatom 30-szor, ugye, hogy mikor köhög, mikor vesz levegőt, mikor bakizik, tehát minden kis, mindent be kell adni, akkor ezt leírom egy füzetbe, aha, azt nagyjából megtanulom. És utána, rendesen, mint ahogy egy színész megtanul. És akkor utána... Fele sebességen veszem föl, és amikor lejátszod, akkor eredeti sebességen játszol le, tehát akkor már úgy jó. Mert tűpontosan úgy lehet fölvenni, hogy fele sebességen. De mutasd már meg, hogy adod elő fele sebességen. Hát akkor igyekszem nem annyira gesztikulálni, mert akkor már idéz neki a végén. És mutasd, hogy lassítod. Tehát az egész főzésed az ilyen lassú. Igen, nyugodtabb az egész, hogy ne legyen annyira eszeveszetten idióta tempó. Na milyen mondatok voltak ebben például? Hát nem is ismételném meg így rögtön. Hát, hogy megyek fürdeni. És a nagy grófóhoz, mert őt szeretem. A nagy grófó, tehát
Mert a kis grófót azt ő nem, ő neki a nagy grófó, azt hiszi szegény, az nagy grófó. Na, jövünk vissza egy érdekes témával, testnevelési óra az iskolákban. Ugye bevezették egy jó pár évvel ezelőtt azt, hogy minden nap kell testnevelési órát tartani, ami okozott némi galibát. Viszont akik sportoltak délután, azok a diákok, elmentek bármilyen sportfoglalkozásra, azok felmentést kaptak. És most szigorítanak, azok sem kapnak felmentést, sőt a versenysportolók is csak akkor, ha az edzés egybeesik a tesi órával. Erről fogunk majd beszélni, ez mennyire jó dolog, emlékezzünk vissza a saját tesi óráinkra. És a néptáncot nem ismerik el egyáltalán? Nem, csak azt, ha kézilabdázni mész, az sem. Tehát, hogy egyáltalán nem. Egy picit nosztalgiázunk, jó? A tornaórák, tesi órák, milyen cucc volt rajtatok, miben voltál nagyon szar, Andris? Jó, jövünk vissza. Rutánc a reklám után. Vissza is jöttünk, itt van velünk Krisztó Évi, Szandi, Svábi Andris és Karcsika és Csonka Bandi. Hú, de jó lesz veletek beszélgetni a régi tesi órákról. Az apropót az adja, hogy több mint 10 éve vezették be az iskolákban a mindennapos mozgást, most viszont egy új törvény tervezett, még ezen is szigorítana. Eddig ugyanis felmentést kaptak azok, akik iskola után valamit sportoltak. Elment a kézilabdázni, kosarazni, vívni, teljesen mindegy. Ezentúl viszont már csak azok hagyhatnák ki a tesi órát, akik versenysportolók, és ők is csak akkor, hogyha az edzésük egybeesik a tesi órával. Na most a szülői hangnevű csoport rögtön elindított egy petíciót, hogy már amúgy is túlterheltek a diákok, és azt mondják, hogy a gyerekeket több mint 40 órában dolgoztatjuk az iskolában gyakorlatilag, és ehhez képest vállalnak még ők valamilyen sportolást, ugye délután, akkor ezek után miért akarjuk ezt az apró kis kedvezményt elvenni? Most ezt nem értem én, hogyha sportol a gyerek, tehát tényleg foci, balett, kosárlabda, teljesen mindegy, délután még elmegy külön, akkor miért kell neki még ez a tesi óra? Ez egy szemétség. Hát, te is így érzed? Hát én fel voltam háborodva, amikor ezt olvastam. Eleve, most jó, mindegy, én a mindennapos testtelenes órával se értek egyébként egyet. Mert azért nem, mert tessék? Nincs zuhanyzó az általános. Nem, de most tényleg egyrészt nincsenek feltételek, másrészt tényleg a gyerekek olyan módon van, nem létezik, hogy 5x8 órát tanulnak, tehát 5x40 órát tanulnak egy héten. Hát gyerekek, hát akkor mi marad? Tehát mi marad mert meg az agyunk? Mert a testnevelés az pont egy, az lehet játékosan is. De milyen játék van? Kicsit más, mint egy fizika óra, vagy egy kémia óra. De milyen játék van a testnevelés órában? Minden áldott nap, és ráadásul jó, legyen. Na de ez, hogy valaki sportol, a szabad idejét feláldozza az idejét arra, hogy sportoljon, hogy tényleg egészségesen éljen, akkor még ezzel szivatják. Édi, te, nem, ugye, amikor elkezdtél úszni, akkor hajnalban keltél, mentél az úszodába, és onnan mentél suliba. Igen. Te akkor jártál és még tesi órára is? Is. Igen. Általános iskolába még jártam tesi órára, és középiskolában már olyan iskolába jártam, ahol csak egy-két testnevelés óránk volt, ráadásul ugye sportiskolának hívják ezeket az iskolákat, és ott olyan órákból vesznek el, ami nem biztos, hogy feltétlenül szükséges, mondjuk nekünk, akik ilyen sportoló életet választottak. De nekünk is voltak azért tesi óráink, egy-kettő, de... És az neked már fárasztó volt, vagy meg se kottyan, mert te annyira edzett voltál? Gyerekként teljesen máshogy látott, tehát persze nem akartál menni, meg fáradt voltál, de mondjuk tök jó volt szekrényt ugrani, nem úgy, hogy minél többet, minél gyorsabban, mert következményei vannak, hanem mondjuk kaptál egy ötöst, ha szépen megcsináltad. Volt kidobós, labdáztunk, tehát azért szerintem a testnevelés órának van egy olyan funkciója is, hogy a gyerek mozogjon, egészségesebb legyen, mert azért ma már nem nagyon. Tehát ma már nem azt a világot éljük, hogy az iskola után a gyerekek kimennek és játszanak és fociznak és pingpongoznak. Nem, de azért nagyon sok igen. Gyerek megy délután valamilyen sportfoglalkozásra, tehát itt pont ezekről szól. Hogy nem olyan életet élnek ma már a gyerekek, a tinédzserek se, meg a kis tinédzserek, meg az általános iskolások se, amilyet akkor. Igen. És kevésbé mozognak, tehát nekem a mindennapos testneveléssel nem lenne bajom, valóban nagyon letereltek a gyerekek, hát de az se biztos, hogy milyen a tesi óra, mert nekem például a kisebbi fiam arról panaszkodott, hogy sokkal jobb lenne, hogyha arról szólna a tesi óra, hogy egész napot görnyednek ugye a pad mögött, átmozgatják a testüket, hogy az agy is sokkal jobban működik, hogyha kimozgatod magad, mozogsz egy kicsit, hogy... Hát én miért nem...
Hát egy kocskosáradobás. Erotikus masszázs. És akkor már témánál is vagyunk. Hogy neked ez jut esetben. Hát, hogy átmozgassa az agyamat, ahhoz nekem egy masszázs. De nem az, hogy szekrényeken ugráljak és kitörjem a bokámat. Különben ez a szekrényugrás, az nekem is. Miért kell egy szekrényt átugrani? Na ez erős beszélünk, de beszélj valóban a tesi órákkal. Andris, neked milyen volt a... Belemugrottad át a szekrényt? Tigris ugrással csak. Tigris ugrás. Ugró valami. Az a borzalmas, amelyikre kitört a rugója? Igen. És összetörted magad? Minden iskolában kitört. A dobbantó. Dobbantó, igen. És maga a szekrény be volt vonva bőrrel, és az mindig ki volt foszolva. Igen. Ki volt foszolva, Andris? Ki volt rakták a legtöbb réteget, tudod ilyen. Igen. Na jönnek az emlékek. Andris, neked milyen volt a tesi cuccod? Mi volt rajtad? Hát akkoriban olyan tornacipőket árultak, ez a bizonyos csehszlovák tornacipő, amiről nem gondoltam, hogy egyszer divatba fog jönni. Ma a legtrendibb cucc lenne a fiatalok körében. Ez a, az alacsony szárú... Emlékszel még, mi volt a tesi cuccod? Persze, hogy emlékszem. Mi? Atléta... trikó, atlétikai trikó, ez a fehér atléta trikó, fekete, az úttörőáruházba vásárolható rövid nadrág, és fehér zokni, meg csehszlovák tornacipő. Aminek olyan szaga volt, mármint nem a lábamtól, hanem a gumigyárból. De nem, a kínai tornacipőnek volt olyan brutál szaga. Egyáltalán csinálták az autóabroncsot, meg a gumicipőket. Ugyanaz az autóabroncs, elképesztő szaga volt. Ilyen, az eleje volt fehér, és kék vászon volt az a többi. Kínai. És emlékeztek, hogy babzsákot is kellett venni? És tényleg, babzsák. Igen. Babzsákkal mit csináltam? Hát babzsákat dobálni, meg bizonyos feladatokat csinálni. Meg kidobosozni. Én szerettem a tesi órát. Az igazi kemény gyerekek kidobost, amikor játszottunk, az kosárlabdába játszott. Az, fejbe találja a másik. Én abban nagyon jó voltam kidobósban. Kidobós. Hát képzeld el. És én minden labdát elkaptam, meg nem lehetett kidobni. Hát gyakorlatilag a fiatalkori Manuel Neuer voltam. Most ne leves már ki minden alkalom, amikor sportról beszélek. Az én sportmúltamról. Évi. Hát azért döbbenek meg, hogy volt. Mindig kapusként viselkedik. És jó, kötelet tudsz mászni? De minek? Én tudod, hogy másztam kötelet? Én úgy másztam kötelet, mint aki erre, mint egy tarzan gyerek. Tehát, hogy elképesztően tudtam. Mint egy kis maugli. És képzeljétek el, nem olyan rég, kipróbáltam a kötélmászást, és nem tudtam fölmenni. Hát valószínűleg, hogy nem olyan, mint a biciklizés, csak annyi pont. Más, amikor az ember 55 kilót húz föl, és más, amikor 90. A rúgmászás könnyebb volt, én csak azt tudtam. Igen, az nem lifegett, nem mozgott alatt a burkni. Hanem a fölmentén megfogtam azt hiszem. Én rúdban is jó voltam meg. Gyerekek, amikor csak ugye, mondom. Az előbb említettétek a szekrényugrás, meg volt kislabdadobás, ha jól nem szeretném. Nagyon jó, abban súlypont... olimpiát nyertem, kislabdadobásban, 56 méter. Ott már ki kellett menni a szabadba, azt utatom. Súlypont emelkedés. Mindig el bénán dobtam, ilyen női, csajosan ilyen fölfele. Én ezt az igazi fiús dobást, ezt nem tudtam De azon akkor tinikorotokban elgondolkodtatok-e, hogy ez mire jó? Tehát szekrényugrás, súlypont emelkedés, kislabdadobás, mire jó? Mint a V1-en esperti a fizika órán, semmire nem jó. Hát nem emlékszem, mert agymosás gyerekek. Hát fel tudtok állítani kémiai egyenletet? Azt sem tudom, hogy az a függvénytábla pedig volt, de nem tudom, hogy mindent kimosódott a agyamban. Kotanges, tudnál számolni? Jaj, ne viccelj már, Andris. Ki miben volt jó és rossz? Tesi óra, Bandi, mindenben? Én tulajdonképpen mindenben rossz volt. Hát a kosárlabdában, hát csak lépés. Csak lépés hibában. Hogy ilyen jól tud táncolni, mint te. Igen, de valahogy ezek a labdajátékok. Tehát, ott is a ritmus érzékel, mint a táncban. Nekem az az emlékem, hogy lépés hiba. Megint lépés hiba, kész, vége, fücsülnek vége. Ja, hát amikor a fociban, de még a főiskolán is megszívtam ezt. Tudod, amikor ugyan már csak játék az egész, mond, állj be a kapuba. Utáltam a kapu beállni, mert ugye ilyen kicsi a kapu, és én kitöltöm a kapu. Veszélyesen a kapu. És akkor mondom, gyerekek, de nem akarok. Az aztán hagyjad, már csak játék. 5 perc múlva, a rohadt anyád. És akkor megint én voltam letolva a bevegyapból. Hát engem ez nem érdekel. A traumákat most sem tudod eldobni. Egyébként igen, kudarszélmények során. A csapatjátékokat nem szereted, de ha egyedül csinálhattál valamit. Hát egyedül meg a hülye lettem volna csinálni, bármilyen sport. Különben érdekes, mert
Én nem voltam a legsportcentrikusabb ember az osztályban, én a tornaórákat nagyon szerettem. Azt gondolom, hogy sokkal jobban élveztem egy tornaórát, mint egy fizika órát, tehát hogy visszatérve az alapkérdésre, hogy jó ez, hogy szerintem ez a gimnázium meg általános iskolai tornaórák. Ott volt még a tornasor, annak mi értelme van? Tehát az nem egy ilyen... Az megalázó. Az abszolút megalázó. Voltam a végén voltál, Szandikám, édesem. Igen. De ugye ez traumaként ott van, ez ma is majd a tornasor végén állsz, nem? Te hol álltál, Évikém? Elején. De nem te voltál elején. Hol volna? De tudod, két eleje van, az egyik az elején, vége, másik a végén. Én nem értem ezt a traumát, tehát hogy mit kellett ezt így ilyen drasztikus... Jó, kicsit felnagyítom, de azért figyelj, de sok kudarc ér akkor az nem... De most számít? Akkor számít, hát mert a gyerekek között számít. De melyik az a szülő? Tényleg itt azért van, akinek gyereke van. Ti hazamegy a gyerek, és kettes kap tesiből. Leszidod? Nem az a lényeg, hanem de ott mi? A többiek előtt való megszígyenítés. Már a tornasor végén állsz. Ha bénázol a kötélen, és a többiek röhögnek rajtad. Ha, mit tudom, elbotlasz is. Létezik ez a tornasor, vagy ez megbukott a rendszerváltás? Szerintem létezik. A gyerekek, én fél év alatt a tornasor végéről az elejére kerültem. Amikor meg nagy változások. Akkor még beszéljünk az öltözőről. Ti csajok nem voltatok szégyenlősek egymás előtt? Ugye akkor az első domborulatok jönnek ki. Tömve papírgalacsinnal. Az, hogy te izén leselkedtél, az oké. Mert valaki nem leselkedett, fiúként. Mi leselkedtünk, de most tőlük kérdezem, hogy amikor a cici már elkezdett nőni, meg minden, és akkor ti egymás előtt csajok, ti szégyenlősek voltatok, vagy nem? Én nem. Hát persze, te nem. Az a tejébe is jelentem volna szégyenlős. Nem. Szégyenlős voltam. Szégyenlős voltam. Az milyen szag volt a fiúöltözőben? Hát az vissza elviselhetetlen. Hát az a lábszag is. Borzalmas szag volt, éppen azért nem is tusoltam. Mert a tornazsák is, amit hazavittél, azt hoztam magába. Igen. És egy tornazsákat nem mostunk naponta, se nem hetente. Havonta. Nem mostunk, hát anyukádék mostak. Hát anyukámat, persze. Iszonyat. Játsszunk egy olyat, az előbb mondtad, Bandi, te, hogy amikor fociban ugye, az volt a csapatválasztás, hogy az volt a legszörnyűbb, hogy téged legutoljára választottak. Hogy most legyen a csapatkapitány a Bandi, meg mondjuk az Évi, és ugye rengeteg hashtag bocskorban jártatok mindannyian, egy ötfős kidobósra, egy ötfős csapatot állítsatok össze azokból a vendégekből, akik itt jártak már, tehát nyugodtan máshoz is nyúlhatok. Nyilván műsorvezetőt is lehet választani, és gondoljatok arra, hogy itt az elkapás, a dobás, a bátorság, a vakmerőség, a ruganyosság, ez mind-mind szempont, és öt főt lehet választani. Ezt azért mondtad így, mert ez mind megvan neked, hát ugye? Hogyne. Jó, Bandi, kezded? Hát erre a gangstazorit mindenkiben beválasztanám. Gangsta az első, nincsen gátása, hogy dobál, amit az állat. Jó, oké, igaz, indokoljátok meg. Én a Szandit abszolút. Kidobósról beszélünk, nem izérút, vagy táncról. Az attitűdje miatt, tehát ő úgy Gurtitánc, sorry. Először is ő úgy küzd, és úgy harcol, és olyan kitartás van, hogy kell. Oké, Szandi és Gangsta, te jössz. Én nagy csavarra a Schwabi Andrés beválasztanám, mert ugye neki nyilvánvalóan ez is egyfajta bakasistás élménye, és például megbizonyítani akar állandóan, meg ő sportban nagyon jó. Tehát... Gangsta, Schwabi. Különben én fociban nem voltam jó. Kosárban most kidobós, kidobósozni kell. Kidobós, abban jó, abban jó voltam. Abban én is nagyon jó voltam. Én a Szécsit választanám. Nem zavar, hogy itt vagyok? Mert te mondtad, hogy kapusként élted meg a kidobóst is, annak mert mi értelme? Nem elkapni kell a labdát. Mert ha elkapod, akkor nem estél ki. És akkor dobhatod a következőre. De azt mondd már meg. Tehát vagy elhajolsz a labda elő, vagy elkapod és dobod rá. Igen. Szécsit, láttál valaha labdát elkapni? Nem az a fő foglalatossága. Most már mindegy, kiválasztottam. Egész életében kondusszal a labdákat átadott. Szécsi Zoli? Hát ne viccelj, hát olimpiai bajnok. Hát másra csinált, mint labdát. Hát csak labda volt az egész életében. Érted, az volt a lényeg, persze, hogy neki az volt a lényeg, hogy hogy üsse ki. De hát akkor azt mondom neki erre az utasítás, az, hogy ugorj el, csak megért is, sportoló. Ja, érteni ért. Tehát igen. Érted. Jó, oké, okay, Szandi, Szécsi Zoli. Hát a Kabát Peti rúgni tud, akkor dobni is. Ha mit tudom én, akkor legyen ő. Kabát Peti, oké.
Kik járnak még ebben a műsorban? Mindenki. Én a Risztovét úgyis megimádtuk már egymást ebben a műsorban, úgyhogy mindenképpen beválasztanálak. De, ugye el tudom képzelni, hogy oda nyomod a... Jó, te választasz csapatot, de... Mindenki választ csapatot. Nem mindenki választ, és a Bandinak az Évi. Jó, szerintem, hogy egyben szóltok. De nem arról van szó, hogy én, hogy mindenki válasz csapatot. Jó, nekem választottalak, jó, hogy kifúsz engem, hogy a csapatra bírálunk. Abszolút lehet szimpátia alapján is. Ki lenne a következő? Jó, hát az Andrist is elviszem. Andrist. Milyen tulajdonságára alapozod ezt? Andrist, hát, hogy ha Rúdon táncolna, csak valamit csinál a labdával is. De ennyire nem jó, hogy mind a két csapatban benne legyen. Hát már én nem választottam. Igen, ezt már nem választottad. De az Andrist nem hallottad, hogy ő mondta, hogy nem akar veled lenni, mert hogy... Azt egy szóval nem mondta. Milyen úr, ez a clickbait cím most, hogy nem akar velem lenni. Jó, ki van, még mennyim van? Kettő? Elvileg igen. Nem? Milyen Kokó? Hát boxol. Nem, aki boxol, itt tud, az nem tud labdázni, nem? Kokó jár ide, Bályi Pista jár ide, Csajok is jön meg. Energia kell, lelkesedés kell, Ábel Anita! Ábel Anita! Hát oda kell egy kis... Oké, nagyon egy utolsót még. Tűz. Utolsó? Igen. Jó, legyél te. Ugye addig mondtam, hogy és még egy legesleg utolsó. És viszont az a szabály, ami csapatunknál, az lenne a szabály, hogy mindenki, akit én mondtam, tehát itt a hát Bandit is beválasztjuk így utána, és akkor úgy lenne, hogy te állnál elől. Úristen. Tehát téged küldenünk előre. Oké. Okay. Hogy téged üssenek először. Ilyen kedves. Tehát, hogy maradjon az erős csapat? Igen, hogy az erős mag még megmaradjon. Nem ismered a képességeimet, de majd megmutatom őket. Képzeljétek el! A kidobosból miért nem lett olimpiai sportág? Teljesen jó vagány olimpiai sportág. Mert Bandival reklámoztam! Miért? Akkor minden benne van! És egy demokratikus sport, nem kell hozzá testmagasság, lehetsz vékony, kövérkés, bármilyen. Ez olyan komoly sportág, képzeljétek el, hogy ilyen... A kidobos? Igen, tényleg? Nagyon komoly, keleten játsszák, és térdvédővel, könyökvédővel, és esnek, kelnek, ugranak. Figyelj, nagyon... Tehát tényleg, amit mondtál, kortalan. Igen. És én azért szeretem az amerikai focit, mert nagyon demokratikus. Tehát a picike, a nagy, a kövérkés, mindenkinek van szerepe. És ez ugyanolyan lenne, mint a kidobós. Jó, kell, hogy témát váltsunk, de köszönöm, hogy elmondtad. Azt szeretném még elmondani a kidobós játékról. Mennék tovább, múlt héten ez a hír, ez tele volt a sajtó ezzel a hírrel, megrongálták Puskás szobrát, legalábbis így fogalmaztak. Kikerült ugyanis egy videó a TikTokra, amiben vélhetően részek fiatalok a Puskás szoborral szórakoztak. Rátettek egy napszemüveget, a kezébe tettek egy szájdert, és igazából egyébként nem történt károkozás, és mégis óriási felháborodást keltett a videó. Nézzük meg a videót, és utána elmondom, milyen kommentek érkeztek erre. Jó, fogja, tesóm. Mi a helyzet, öcskös, jó vagy, minden f***a? Te hülye vagy, ezt adni, de most azonnal menjünk innen. Na, ennyi történt, a kommentek a következők voltak. Elkorcsosult a világ. A szüleik így nevelték őket, biztos mindenkit ennyire tisztelnek, aki már valamit letett az asztalra. Ez a generáció nem tisztel senkit. Jót fog tenni nekik, tökölön a fiatal korúak börtönében pár év. És ez egy érdekes kérdés, mert nyilvánvalóan mindannyian fotózkodunk a világ bármely pontján, akár itthon szobrokkal, nyilván csinálunk, hogy beleülünk az ölébe, ráhúzunk egy sapkát, tehát mindenki csinált már ilyet. Most ennek fényében ez felháborító, amit láttatok, vagy egy ilyen elő tud fordulni bármilyen szoborra? Kétféle gondolatom volt. Az egyik az, hogy mindannyiunk életében voltak olyan helyzetek, amikor bandázás közben ilyen vagánykodások, akkor nem vették fel videóra, de minden, most nem a rongálásról beszélek, hanem az ilyen jópofáskodásokról. Egyébként nem is történt károkozás igazából. Tehát a labdát egy picit meglökte a lábával, de igazából nem esett kár semmiben. Én önmagában most lehet azért felháborító, mert ez Puskás öcsi szobra, stb. Szerintem ezért felháborító. Na de bocsánat, hogy miért, hogyha egy akármilyen köztéri szoborról beszélünk, akkor nem ugyanaz. Az én gyerekemnek biztos, hogy ilyen eszébe se jut.
szobor kifejezés szerintem, ugye voltak régen a szobrok szinte megközelíthetetlen ilyen köztéri, ezek most már ilyen köztéri szinte játék dolgok, amikkel lehet szelfizni, át lehet karolni, Kalambónak van szobra, meg a kutyájának, rá lehet ülni, de tehát, hogy semmi gond nincs azzal, hogyha valaki szerintem rátesz Puskás öcsire egy napszemüveget. Hát, de Szandi mondta, készült a szobor. Szandi mondta az előbb, hogy de Puskás öcsivel történt. Tehát nem szerintetek mondjuk Ybl Miklós szobrával ugyanez a felháborodás lenne? Szerintem oda sem mennének. Oda sem mennének. Miért Puskás öcsinél, miért más ez? Hát azért, mert ő a Puskás öcsi, akinek a szobra. Tehát, hogy nekem eszembe se jutna. Amit szerintem neked, Puskás öcsi jót nevetne ezen, hát hogy egész és kikérne egy kis röccset a társaságnak, hát hogy ígyatok a világban, hogy meg gyereket hát egy kis röccset. Igen, de Szandi, értem, amit ő mond, tehát, hogy van egy olyan érzelmi kötődésünk, nekünk nem igen, volt utána akkora világsztárunk, mint amilyen ő volt, tehát, hogy ő valahogy különleges, én nem? Azt értem az zavart, hogy öcskösnek hívták, mint hogy napszemüveget tettek. Ez egy bronz darab, tehát öcskös. Ennek a generációnak nincs az a fajta kötődése Puskás öcsihez, mint nekünk. Hát a szülei nem tanították meg. Na, de most abban értek veled egyet, amikor azt mondtad, hogy a te gyerekednek nem jutne eszedbe, de az miattad nem jutne eszedbe, a Csaba miatt nem jutne. A szülő felelőssége. Na de hát akkor, anyukám, de hát ezt viszont tudjuk, hogy a mai társadalom már nem ugyanarról szól, tehát ott azért eléggé megyünk szépen lefele, tehát ilyen szempontból olyan stílus uralkodik egyébként mindenhol, és az interneten, hogy sokszor... De akkor ez egy generációs probléma, hogy Puskás öcsit ez a generáció nem tiszteli már. Hát amit mondott az Andris is, hogy amit mondtak neki, hogy öcskös meg, szóval, hogy ilyet igen, nem? Puskás? Kicsit túltolták, de én azt gondolom, hogy ezek a szoborok, ezek tényleg arra készültek, hogy gegek készüljenek igen, velük. Igen, azt gondolod? Igen. Igen, igen. Ezek már nem egy szökőkút közepén vannak, nem megközelíthetetlenek. Nem posztamensen vannak. Nem posztamensen. Hát ezek ott vannak a betonon. A Nagymező utcában Kálmán Imre szobra az egy padon ül, de úgy van elejezve, hogy a padon mellette folytatódik. Ezek a szobor interaktív. Ezek interaktív köztéri alkotások, amikkel tulajdonképpen azt csinál, nyilván rongálni nem szabad. De hogyha te ráteszel egy kapitánysapkát, ráteszel. Oké, gondolkozhatunk így. Mi okoz a felháborodást? Igen, kicsit megalázóan viselked, valóban Puskás öcsiről van szó, egy nemzeti ikonról, nem biztos, hogy öcskös neki, de hát figyelj, gyerekek, tehát hogy nem gondolom azt, hogy és gyerekek, nem öntötték le, nem csináltak vele olyan nagy problémát szerintem. Csak hol a határ, mert mikortól mondod azt, hogy na ezt már nem, érted? Ha rongálják, ha leöntik, ha úgymond megalázzák a szobrot, akkor ilyen, igen. De én ebben most így nagyon nem láttam ezt. Tegyük fel, itt most a földi létetek alatt akkorát alkottok, hogy szobrot kaptok. Simán. Jó? Ez elképzelhető. Egyrészt... Így együtt. Egy padon Kálmán Imrével. Örülnéne neki fentről lenézni, és ott van egy Risztoff szobor. Én nagyon. Igen? Aha. Hogy képzel, igen, milyen pózban, hol lenne ez a szobor, milyen pózban lennél, lenne valami a kezedben, milyen ruházatban. Például nekem furcsa volt, hogy Puskás öcsi öltönyben volt itt, és nem futballdresszben. Te hogy képzelnéd magad, milyen lenne a Risztoff szobor? Fú. De úszó pózban? Ne. Hát figyelj, legalábbis formázzák meg úgy az arcomat, hogy mert minden szobornál az a probléma, hogy... Tehát az jó magasra kell tenni. Nem tudom, hát ismerjenek majd fel. Amikor a dobogón állsz, az aranyérmeddel, az például egy ízéd, akkor ilyen hátra, Lara Croftosan a hajad. Nem, konyba volt, de nem láttad. Tehát, hogy... És akkor egy köntösben lenni, vagy amit nem, felvesztek utáni. Szerintem az egy dobogós, az jó, de én csak annyit kérnék, tehát ha valaki szobrot akarna véletlenül csinálni, ha meghalok, most üzenem neki, hogy az arcom az olyan szép legyen, amilyen vagyok. Jó? Tehát, hogy ő... Érted? Én azt kérem, hogy az én arcom szebb legyen, mint amilyen mondom. Ha lehet, és akkor úgy. Még ennél is lehet, hogy ilyen. Bandi, te hol lennél, milyen pózban? Mi lenne a kezedben? Délceg lennék nagyon.
Bélszeg, kicsit talán a fejem az lehetne egy kicsit, tehát ne legyen ennyire ló. Lehetnék mondjuk egy ilyen vállalati menza előtt lehetnék mondjuk és akkor mondjuk lenne egy ilyen, a kezemben egy ilyen rézharang, és amikor a szakástól elkészült az ebéddel, akkor kijön, meglóbálja, és akkor ding-dong, érted? Tehát kész a kaja. Van a szoborcsoportban gondolkodol, tehát hogy van ott minden szakácsné. A szakácsné az élő, csak a szakácsné, amikor elkészült a kajkájával, akkor meglóbálja a harangot, a szólnám, interaktív, ugye? Tehát a mandi merev. Bejönnek, ha valaki megérint az orromat, kap egy repetát a zöldbe a főzelékben. Andris? Hát ott van az a lovasszobor a várban, aminek a heréjét kell simogatni, és akkor átgyózik. Én valami ilyesmire gondoltam természetesen. Nem, én egy ilyen kutyasi karcsival sétáltató szobrot szeretnék, kalamba mellett. Aha. Vagy bújtor szobra mellett egy ilyen hajózóst, az is tetszett. Ez jó. És hol a here? Kicsit így a rövid nadrágban így kivillan. Rendben van, de Szandi, te? Én arra gondolt, hogy nem a földön lennék, ne tudjanak megrongálni. Itt én a levegőben lennék, egy gurtnén, és egy mikrofonnal a másik kezemben, tehát, hogy légtornet, és... Neked mindent kéne fényesíteni, hogy átmenjünk a vizsgán. Nem tudom, miért csináltam így. Na jó, de ez érdekes kérés, hogy tényleg, hát ugye babonából is megfogják különböző szobroknak a testét. Neked mi kopna a legjobban? Évi. Tehát ahol leszették a patinát, ami olyan fényes lenne. Gábor, tudjuk, hogy neked mi kopna a legjobban. Mondd ki, nyugodtan. Amiről olyan sokat szoktál mesélni. Sokat mesélek róla? Mostanában így hallottam egymást. Jó, oké. Évi, hol kopnál? Biztos, hogy mindenem. Ha fürdőruhában lennék, akkor minden megfognál. Tehát egy ilyen átölelt szobor lennél. Nem egy célzottan megfogdosod. Milyen babona kötődne hozzád szerinted? Hát ugye szokták, hogy mit tudom, sok pénzem lesz, ha megfogom, vagy termékeny leszek, ha megfogom. Átmész a vizsgám. Átmész a vizsgán, ha megfogom, igen. Hát azért... Átúszod a Balatont. Igen, biztos, tehát hogyha megsimogatsz, átúszod a Balatont. Hogy a La Manche csatornát, de akárhol lehet az a szobor, nem csak Magyarországon. Igen, azt se tudjuk, hogy hova tegyék. Dover. Milyen Dover? Maradj már! A fehér sziklák tetején! Én azt szeretném kérni, és akkor tényleg most már tudom. Pontosan. Amerikában is lehetne szobrunk. Dehogy is, hát itt a mi Kossuth térre megyünk a Gáborral, és az lesz a kép, hogy én állok egy, és mégint mindig mondom, szép arccal, egy női testet próbálok belőlem formázni. De bikini van rajtad, vagy anyaszült eszerűen? Az lényegtelen ebben a jelenetben. És a Gábor viszont egy picit itt alattam, Google néz föl rám, és az lesz a kép címe, hogy amit soha nem kapott meg. Oh. És ezt abszolút... És egy kis szökökút a szájából. És oda, ha legyen egy... Egy dupla alkotás is. És akkor oda egy kis kalap, és abba gyűjtenek neked. A dományt? Hát szánalomból? Hát, figyelj, a tréni kultúrtól mennyi pénzt ásnak ki? Igen. A havonta söprik össze a pénzt, én már egyszer olvastam, hogy több millió euró jön össze évente. Tartjuk fönt a generációnkat. Amit ugye... Valami ilyen szobrot kéne csinálni, igen. Adakozni kell. Ezt mondom, hát ezért úgy fogják sajnálni szegényt, az ember, akit mindenki sajnál. Ez cool. Igen. Itt megszakítom ezt a blokkot. Az ember, akit mindenki sajnál. Ezt mondta drága Évi. Jövünk vissza. Nem sokára Szaúd-Arábiában bemutatták az első mesterséges intelligenciával rendelkező robotot, és volt is sajtótájékoztató, egy riporternő el is készítette az első interjúját, de aztán ez a robot valahogy nagyon furcsán viselkedett, ebből közfelháborodás lett, és mi majd találgatjuk, hogy vajon ez a robot miért viselkedhetett így. Jó? Később mutatom meg ehhez a videót, jövünk vissza a reklám után. Itt vagyunk megint, és akár hiszitek, akár nem,
A mesterséges intelligenciával már mindenki foglalkozott, olvasott róla, hallott róla, de a szaudiak elkészítették az első szaudi mesterséges intelligenciával felszerelt, vagy rendelkező humanoid robotot. És, ez az első szaudi humanoid. Igen, értem, első szaudi humanoid robotok. Nagyon büszkék, hogy teljesen szaudi fejlesztés az egész, és hogyha elé állsz, akkor ő be is mutatkozik, ezt mondja, hogy Mohamed vagyok, az első férfi formájú szaudi robot, Szaúd-Arábiában készítettek és fejlesztettek nemzeti projektként, hogy bemutassuk azt, amit elértünk a mesterség és intelligencia területén. És ezt aranyosan mindig elmondja, amikor ott vannak előtte, és ugye a sajtó megjelent, és egy riporternő ezen a rendezvényen akarta a készítőket, meg a robotot is meginterjúvolni, és aztán ez történt. Nézzétek meg! Sima ügy. Kiéhezett. Hát, hogyha ő igazi mesterséges intelligencia, akkor na de azt most is tudja, hogy milyen de nem az van, elvonási tünetei voltak, kanos volt. De ez érthető, de nem az van, hogy valaki utasításokat ad neki, és azt hagyja végre. Igen, és egy férfi csinálta. Dehogy is. Hát nem. Attól mesterséges intelligencia, hogy magától hagyja végre utasításokat. Nem egy joystick-a valaki háttérben, hanem ő neki vannak gondolatai. Nem tetszett neki a csaj, és megkívánta. Két álláspont van. Tehát az Andris ugye azt mondja, hogy annyira intelligens és annyira humanoid, hogy természetes szükségletei vannak. Te meg azt mondod, Bandi, hát hogy ez egy háttérből irányított, igen, előre megtervezett segfogdosás. Azt nem mondom, előre távirányítóval csinálták, csak hogy valamilyen módon ez be van tervezve. Most magától, de hogyha erre van probléma. A mesterséges intelligencia magától gondolkodik, és össze olyan dolgokat, amitől ez... Hát ez bele kell tudni, azt mondom, hogy nem beleprogramozzák, hanem az ő intelligenciájával megkívánta azt a csajt. Tehát ő neki robot. Már vannak érzelmei, vagy szexuális orientáltsága, és okay. Ő érzelmei ezt... a mesterséges intelligenciának soha nem lesz. Honnan veszed? Hát hogy mi ez a gáz benne? Hát átveszi az emberek fölött az uralmat előbb-utóbb érzelemmentesen. De ezt te igen, honnan tudod? Csabi mondta? Ezt én gondolom, igen, a mesterséges intelligencia ugye egyre többet tanul, méghozzá tőlünk tanul, tehát az is lehet, hogy az érzelmek is tanulhatók valahol, nem? Jó, szerintetek, Andris, te azt mondod, hogy mesterséges intelligencia az emberből, embertől tanul, összekapcsolja egy mechanikai szerkezettel, és itt ez történt. Tehát azt mondod, hogy saját döntést hozott. Ő hozott egy döntés, hogy megfogja annak a csajnak a fenekét. Igen, akkor ez szexuális zaklatásnak minősül-e? Abszolút annak. Abszolút annak. Ezt az embert le kell csukni börtönből. Három napig nem töltjük fel. Nem, én egy sötét zárkába tenném élete végéig. Ennyit a szaudi projektről. Igen. De meddig él egy mesterséges intelligencia? Hát amíg az aksia él. Igen, azért mondom, három napig nem töltjük fel. Ez a büntetés. Ez a utána büntet. Meg végig. Mert hát mit büntetsz rajta? Hát érzelemmentel tuskó. Jó, hát semmire nem jó. Igen. Hát mondjátok ti? Andris azt mondja, hogy emberi tulajdonságokkal rendelkezik, azzal van felruházva, tehát ez egy döntés, de honnan veszed ezt az érzelem nélküliséget? Hát nem ember, tehát nincs nem lelke. Ember, de zaklat, és ő hozott egy döntést, és nem a tervezője hozott. De miért a kocsinak van érzelme? Hát az enyémnek van. Persze. Egy autónak vannak érzelmei. Ebben egyetértek a Gáborral. Na, térjünk vissza Mohamedre. Ti használtatok már mesterséges intelligenciát, ugye az a legalapvetőbb a ChatGPT. Én nem tudom, nem kipróbáltad már te is, nem? Igen. Jó. Mi ugye nagyon gyorsan fiúk eljutunk odáig, hogy szexuális kérdéseket teszünk fel neki, ugye? Első. A köszönés után, persze. Igen. És meddig jutottál te? Nem, ezeket kikéri magad. Én azonnal kipróbáltam, hogy mit válaszol bizonyos kérdésekre. Kikéri magának, vagy pedig nagyon udvariasan tovább lendíti a társalgás valamilyen olyan vizekre, ahol otthonosabban mozog. De akkor is tanul tőled. Tehát a te bármilyen pervers kérdésedet, ő elraktározza és feldolgozza. Úgy tanul tőlem, hogy azonnal leír engem, hogy én egy büdös bunkó vagyok. Okay. De az, hogy az embernek erre van igénye, ezt azért megjegyzi. Ezt nyilván megjegyzi. Tehát elképzelhet, hogy a te
pervers kérdésed valahol összejön Mohameddel. Igen. Ugye, aki a mesterséges internet... Meg lehet, hogy leszűri, tehát én nem azt kérdezem tőle, hogy mi 90 foknak a tangense, akkor tudja, hogy egy matematikai érdeklődési ember lennék, így pedig tudja, hogy egy zaklató, büdös bunkó nagyjából. Így tudnám magam jellemezni, amikor a mesterséges intelligenciával beszélgetek. Akkor... Ki az, aki meg tudja állni, hogy egy mesterséges intelligenciát ne hergeljen? Én nem, de te... Én nem értek hozzá, hogy hogy kell. Föltelepítem a telefonodra. Nekem a gyerekem mutatta a nagyobbik fiam, és akkor feltettünk neki egy-két kérdést. Minden nyelven tud a mesterséges intelligenciát. Hát azért mesterséges intelligencia, mert ez kimond nyelven is kérdezheted. Nekem egy csomó minden nem tudott egyébként, nem helyes választ adott. Első emelettel kapcsolatban kérdeztük meg. Első emelettel kapcsolatban. Nem lehet, hogy ő arra gondolt, hogy egy háznak gondolt, van első emelete? Az épületre gondolt, tehát ezt szegény honnan különben tudja? Az nagyon, abban igazad van, hogy nagyon csalóka, hogy sokszor olyan dolgokra válaszol, amire nem tudja jól a választ, és mégis ad egy határozott választ. Igen. Jó, akkor tegyük fel, létrehoznak Mohamednél valamivel tökéletesebb, teljesen emberszerű, teljesen humanoid, mesterséges, intelligens robotot, akit már meg lehet venni szériában, gyártják, férfi, nő, bármilyen alakzatban, egy társ tud lenni, bármikor kikapcsolható. Isten, ez ijesztő. Jó, alkalmaznál egy ilyet, amikor már elérhető, alkalmaznál egy ilyet, hoznád-e a háztartásodba ezt a humanoid, tökéletes robotot? Nem tudom, és félek tőle. Én de mi, hogy bánt? Nem, hogy kiszámíthatatlan. Tehát, hogy... Ki lehet kapcsolni bármikor? Hát, hogyha túlélem. Igen, nem, hát, tényleg. Hát, mi van, ha bekattan? Igen, hát érted. Semmi, hát nem töltött fel. Bekattan és neked esély. Én azonnal megvenném. Megvennél? Elsőként vásárolnék egy ilyet. És a te robotod hogy néz neki? Férfi lenne egyáltalán? Nem. Nekünk segíteni kell abban, hogy takarítson, főzön, elpakoljon, ágyat berakja. Lehet egy snejdig férfit, egy jó külsejű. Hát... Akkor írd le, hogy néz neki a te... humanoid robotod. Hát ez enyém úgy néz neki, követné így a családi genetikánkat, azért, mert akkor úgy nem érezném azt, hogy ilyen soha nem leszek, érted? Tehát ne legyen vékony. Semmiféleképpen. Okay. Nem ilyen Paudics Béla-szerű robotot szeretnél, ugye? Igen, és akkor így én beszabályoznám. Tehát nálam nem úgy jön ebbe, hogy ő önálló gondolattal rendelkezik, és azt gondolja, amit ő akar, hanem elmondom, hogy mit csinálhat, mik a szabályok, és akkor különben pedig este töltőre viszlát, holnap találkozunk. Ja, igen. Tehát, hogy így lenne nálunk. És akkor nem arra használt csak szolgamunkákra? Tehát főzés, hát, cipekedés? Abszolút, a kocsit este lemossa, mindig meg bepakolja, összeteszi, mos, főz, takarít. A társaságnak nem használná egyikőtök sem? Tehát lehetne vele beszélgetni, megtanulhatná dolgokat tőle, agyagozni, teniszezni? Hát nem, én tudod, mire használnám, Gábor? Most itt határozottan megvilágosodtam. Na. Hogy különleges videókat vágassak össze a barátom születésnapjával kapcsolatban. Oh. De rafinált vagy, Andris! Kedves Gábor, ezúttal köszöntelek 60. születésnapod alkalmából. Boldog születésnapot! Ez Zoli! Drága Gábor, boldog születésnapot kívánok neked, és tudom, hogy annyi nő van az életedben. Többek között én is. Igen? De mégis, én vagyok az egyetlen, aki nem volt meg. Imádlak, de ez a hajó már elment. Isten éltesse, Mocsi! Hello, édes bocsikám! Hey. Hát figyelj, mit mondhatok neked, te szexi csokoládé? Egy csokor virágként adom át magamat neked. A legsnájdigabb nyugger vagy a vidéken. Tőle, kiszállak tőle. Graci. A jó Isten éltesse, Mocsi! Tudod, milyen öröm az nézni, hogy mások is öregszenek, de azért én azt kívánom neked, hogy még legalább 60 éve öregedjél. Na, boldog születésnapot, szia! Én vagyok Zoltán, én meg Lacika, és nagyon boldog születésnapot kívánunk neked! Telik a múlik, de mindig van a világon, aki még nálad is idősebb. Bocsi. Szia, drága barátom! Szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk és bulizunk egyet. Puszi, csok-csok! Puszi, Peti! Gábor,
Isten éltessen. Végtelenül szeretlek, nagyon becsüllek. Nagyon. És ne keseregj. 60 felett is. Férfi a férfi. Drága Bocsi, hát Rotterdamban sikerült egy picit lelassítanunk az időt, de úgy tűnik, hogy azóta újra felgyorsult, mert hogy beköszöntött a 60. születésnapot. Az én Istenem értesse, vigyázz magadra, boldog születésnapot! De drága! Szia Gábor! Így 60 és 100 között majd a bakik, a nyelvbotlások kicsit sűrűbbek lesznek, de ne izguljál, ki fogják tudni vágni a műsorból, jó? Úgyhogy fel a fejjel! Na, boldog szülinapot! Puszik! 60? Hát nézd! Jó ez a szám, nincs ezzel semmi baj. Vizsgáld büszkén a ráncaidat, Isten értessed, bocsikám, sokáig. Szevasz! Először is szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem látszik, hogy ez a 60. engem is meglepett. Tök összint. De édes vagy. Másodjára pedig itt ragadnám meg az alkalmat, hogy egy több évtizedes titokról ráncsom le a leplet. Számomra is kb. 2 évvel ezelőtt derült ki, hogy Bocskor Gábor valójában egy tök kedves, női témákra nyitott vasi. Puszi! Boldog sújnapot, Gábor! Maradj mindig ilyen bátor, s ha Risztov egyszer lesz Bocskorné, folyvást folyik a Sárdöné. Isten értesen, Bocsi! Nagyon köszönöm! 60 éves sűriát nem a Bocskor Gábornak! Yeah. Ó, köszönöm! Fújjam? Várjál, még nézd meg! Helye. Ó, a Moszkvics! Boldog szív! Várjátok! Valamit el szeretnék még csücsre. Ugye emlékszel arra az adásra, amikor azt mondtam, hogy nekem van egy bakancs, az is, egy bak, hogy az is ukulelezni, ukulelezni szeretnék? Igen! Emlékszik erre? Na figyelj! És? Nem mondod. Boldog. Nincs itt valaki, aki jobban tudná nem ukulelézni véletlenül, aki tudna nekem segíteni? Egy. Lehet segíteni az éneklésben. Utána bemutatom majd Gátunk. Na most egyszer. Egy. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, Gáborka. Boldog szüli napot. Köszönöm. Annyit szeretnék elmondani, hogy én akkor ezt bemondtam adásba, hogy ukulelézni szeretnék. Most aztán állj! Most tényleg, most meg kell jönnöd! Ma meg kell jönnöd! És a Tamás anyukája látta ezt a műsort. Fölhívta a Tamást, aki Magyarország ukulele, mi van? Minden. Bajnoka. Nagykövet, bajnoka, nagykövete, és mi minden. Oktatója? Hát olyan 2010 körül kezdődött a szerelem az ukulelével, de én gyerekkorom óta egyébként zongorázom, csak szállítási gondok vannak, tehát ha máshol szeretnék, akkor a zongorában nehezebb közlekedni, úgyhogy jött az ukulele. És az Andris tanult már valamit, vagy... Már 2 tanfolyamon részt vettem. Tanfolyam? Igen. Tanfolyam. Leglelkesebb tanítványom. Ukulele tanfolyam. Tamás, csak az ukulele tanfolyamán részt vettem azóta. Köszönöm a Osten Bocskornak. Egy tanfolyam hány alkalomból áll egy tanfolyam? Egy tanfolyam az kb. 10 órás vagy 8 órás. Igen, egy egész reggeltől estig tartó. És a Somewhere Over the Rainbow mikor fog menni? Eljátszok a Somewhere Over the Rainbow-t? Somewhere Over the Rainbow. Játszok! Ez a sváb is. Lullaby. No! Köszönöm szépen! Gyerekek, tortázunk, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon aranyosak voltatok. Az SMS Dream Teamnek külön az ajándékok, ők is eljöttek ide. Évi drága, Andris, Szandi, Bandi, nagyon szépen köszönöm. Vágunk. A nézőknek hadd mondjam el még egyszer. Kedves vendégeimet, itt volt Risztov Évi.
Szandi, Svábi Andris, és Csonka Bandi, és Karcsika természetesen. Köszönöm szépen, egy hét múlva találkozunk újra, jó éjszakát, ünnepelünk, viszontlátásra.